Készen állnak a marosvásárhelyi tanintézmények az iskola kezdésre, legalábbis ezt állítja a polgármesteri hivatal szakigazgatósága és a megyei tanfelügyelőség. A valóság viszont ennél jóval árnyaltabb. Számos tanintézményben még hátra vannak a korábban vállalt korszerűsítési munkálatok, de közegészségügyi és tűzvédelmi engedély nélküli iskolákból is van bőven. Mintegy 7 millió lejből összesen 33 tanintézmény korszerűsítését vállalt a Marosvásárhely polgármesteri hivatala. Eddig az összeg kevesebb, mint felét fordították kivitelezési munkálatokra. Az Alexandru Ioan Cuza gimnázium udvara építőtelephez hasonlít. A tanintézmény bejáratát alig lehet megközelíteni. Kevesebb, mint egy héttel iskola kezdés előtt még javában zajlanak a munkálatok. Az Alexandru Ioan Cuza gimnáziumban is befejezzük a munkálatokat, mivel új építmény, lassan zajlott az engedélyek beszerzése. Az építőnek még maradt 3 hónapja kivitelezése, de ennek ellenére a diákok bemehetnek majd az épületbe szeptember 11-én. Marosvásárhelyen már bevált gyakorlat, hogy a tanév közepén még javában folynak a munkálatok. A diákok és szüleik gyakran panaszkodnak a zajra. A 7-es számú általános iskolának is ígért pénzt felújításra a városvezetés. A mosdó nagyon rossz állapotban van, elromlottak a nyílászárók, folyik a víz, de nem hogy felújításra, festésre sem utalt pénzt a hivatal. Az utolsó osztálytermet festjük és készülünk a 2017-2018-as tanévre. Remélhetőleg 2 nap alatt befejezzük és péntekre mindent sikerül pontra tenni. Még itt kell festeni. Az iskola a saját pénzéből fedezi a munkálatok költségeit, a szükséges anyagokat is így vásároltuk meg. A művészeti líceum 60 ezer lejt kapott a hivataltól. Újra festették a folyósókat, majd a padokat cserélik ki, a régieket pedig valamelyest restaurálják. A tanintézmény egyik épülete azonban csak feltételes közegészségügyi engedéllyel rendelkezik. Elkezdődik egy különleges medence kialakítása, amely biztosítani tudja majd a kellő vízáramlást, hogy megszerezhessük a közegészségügyi engedélyt. Várhatóan a jövő héten ezt is megoldjuk. A főtanfelügyelő szerint engedéllyel vagy akár engedély nélkül is a tanintézmények készen állnak az iskola kezdésre. 2 tanintézménynek nincs közegészségügyi engedélye. Az egyiket a segesvári városvezetés megoldja úgy, hogy átköltözteti a diákokat. Tűzvédelmi engedélye 50 tanintézménynek nincs. A diákok mindössze 10%-a tanul ezen tanintézmények valamelyikében. Más megyékben 25, 30 vagy csak nem 40%-a van ilyen helyzetben. Az építővállalat bement, így nem nyújtotta be az engedélyeztetéshez szükséges iratcsomót, és az eljárást előről kell kezdeni. Maros megyében 503 oktatási intézménynek nincs szüksége új tűzvédelmi engedély kibocsátására, 88 tanintézet meghatalmazással működik.